Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Itt vagyok az autóban, a munkásautóban, ahogy látjátok, hogyha látjátok, látod, tiszta rumli ott minden hátul. Ugyanis jelenleg dolgozunk, épp, hogyha megálltunk ebédelni, csak gondoltam, hogy reggelizni, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek megint, hogy hol dolgozunk. És ilyen ez a ház, már mutatom, nem is ház végül is, nem egy ilyen, ez is egy ilyen ikerház, látod, ilyen emeletes. Itt álltunk, itt a bejárat végül is, látod, a garázs pedig ott van. Úgyhogy most bemegyek, és megmutatom nektek belülről is, ami az összes ház ilyen egyfajta, látod? Tehát így néznek ilyen emeletes házak, innét elkezdődik, és egészen az utca végéig tart. Úgyhogy várjál, nyitom az ajtót, ami még mindig rettentő meleg van te. Na mutatom neked, itt van a bejárat, itt be kell jönni, várjál. Itt jöttünk be ezen a kis ajtón, ott van egy ilyen kis kapu, ott van a garázs, aztán itt az oldalt látod, itt kell végig sétálni. És itt van a bejárat, na várjál. Ez a nappali és a konyha, ami minden le van takarva, mert megint festjük a plafont, a falakat, a mindent festünk, itt az ablakokat. Itt van a konyha, ott van a garázs, mutatom a konyhát, látom, ilyen kicsi konyha, ami most minden le van takarva, úgyhogy nagyon nem lehet látni, hogy mi hol van. Itt van a gáztűzhely, ott van az elszívó, amúgy ezt kicserélték valószínűleg, ugyanis látod, ilyen újfajtából van, ilyen fából. Aztán megyünk tovább. Itt van egy, ahol van a mosógép, ott van egy WC, ugye ez ilyen alacsony plafonon, látod? Ez ilyen falfestékkel van lefest, el is érem, látod? Aztán mutatom a nappalit. Sok minden nincs, sok bútor, látod, össze-vissza le van minden takarva, van egy ilyen pici kis udvar, ami nem olyan túl nagy, tele van mindenféle fajta ilyen virággal, úgyhogy... Úgyhogy most elmegyek fel, megmutatom nektek fent is, látod, itt van a lépcső, megy felfelé, amit lerakták a szőnyeget, itt valamiért kihagyták, látod, ez már új szőnyeg, le is veszem a cipőmet, mert véletlen összekoszoljam. Itt van egy szoba, hol van egy pár bútor, amúgy itt nem lakik most senki se, csak mi vagyunk itt, azért gondoltam, megmutatom nektek. Aztán van itt egy ilyen szekrény, látod, itt van egy fürdőszoba. Megyünk tovább, itt van még egy szoba, ez nem tudom milyen szoba, ott az egy szekrény, ilyen kisebb szoba. Aztán a füstriasztó hallott, ottan csipog, ugyanis lemerült benne az elem. Itt van egy másik szoba, egy kisebb szekrény, itt pedig egy fürdőszoba. Végülis ennyi, ilyen kisebb ház, lakás, nem is ház, nem is lakás, nem tudom, csak iker ház. Úgyhogy most elmegyek dolgozni, aztán majd otthon folytatjuk tovább valószínű. Amúgy nem másról szeretnék nektek beszélni, mint az albérlet, ugye, hogy mennyit fizetünk, és képzeled, tegnap rettentő sokan kérdezték, nem, tegnap előtt, hogy mennyit fizetünk érte, hetibe fizetünk, miért hetibe fizetünk, és gondoltam, hogy erről fogok egy kicsikét a mai videóban majd később beszélni, aztán válaszolok még egy-kettő kérdésre, is kaptam rettentő sok e-mailt, de most nem húzom tovább az időt, mert gyorsan dolgozni, hogy minél haza tudjunk menni, és folytatom tovább. Tartok hazafelé, képzelve befejeztük már a munkát, rettentő meleg van, ilyen izzadós idő van még mindig, 34 fok van jelenleg itt az autóban, folyik holva a víz mindenhol, képzeld el. Úgyhogy most hazamegyek, gyorsan megebédlek, mert ugye kezdek éhes lenni. Aztán válaszolok gyorsan egy pár kérdésre, köztük ugye, hogy mennyit fizetünk az albérletért, ugyanis rettentő sok ilyen e-mailt kaptam tegnap, hogy mennyit fizettek, vagy bármint mi az albérletért. Úgyhogy meg fogom veletek osztani, aztán beszélek majd még másról is, na már egy kicsit el kell fordulni. Aztán ebéd után, délután nem máshol kell mennünk, mint cipőt kell venni, képzeld el, de nem nekem, hanem a Lukasznak ilyen iskolacipőt, és az iskolában ugye megvan adva, hogy milyen cipőt kell, hogy úgy viseljen, ez pedig ilyen fekete bőrös sportcipő, majd lehet, hogy megmutatom, hogy mégis nem bőrcipő, hanem sportcipő, csak feketének kell, hogy legyen, de bőrből van. Ugyanis az utolsó cipő, ami ugye volt az iskolában, megint kilukadt neki, várjál, csak megint fordulunk, ugyanis és általában minden ilyen 2-3 havonta cseréljük a cipőjét. Én nem tudom, mit csinál vele, de mindig elkopik, lehet, hogy túl sokat rohangál, vagy focizik. Úgyhogy ugye az iskola kezdés előtt egy pár ilyen dolgot kell majd vennünk, ami az iskola jövő hét után kezdődik. Többen ezt is kérdeztétek, hogy meddig tart nálunk a nyári szünet. Nálunk a nyári szünet az kb. 6-7 december közepétől, ugye karácsony előtt kezdődik, egészen január... Mi lesz? 23-ig?
nem is 6 hét, körülbelül 5 hét, majdnem 6 hét. Hazaérkeztem közben, látod? Azt mondom, hogy lesz fordít parkoló, ott van, látod, ott is egy. Úgyhogy valószínűleg hogy meg fog tudni itt állni. Aztán ugye mit mondta, hogy 34 fok volt, mikor elindultam itt attól a házról, ugye, ahol dolgoztunk. Hazaértem, képzeld el, 38 fok van. Rettentő meleg van itt mi nálunk. Na várjál, lehet, hogy itt is lesz hely. Lesz hely, vagy nem lesz hely? Valószínűleg nem lesz hely, úgyhogy kell mennem egy kört. Nézd, valaki megint költözik. Ugye mostanában elég sokan költöznek ki be ide az új házba. Egy kisebb kamion, látod? Ilyen bérelt kamion. Ott van benne sok bútor az hátul. Úgyhogy próbálok itt valahol megállni. Amúgy, ha most nem kellene menni cipőt venni, meg ilyen hasonló dolgok, lehet, hogy lemennénk egyet megint fürdeni a tengerpart, vagy a Wettenwaldba, ugye, abba a vízi vidám parkba. Már biztos, hogy nagyon sokan vannak most, hát. Amúgy mennyi? Egy óra van, ami azt jelenti, hogy ilyenkor nagyon vigyázni kell a nappal. Ugyanis nem tesz jót neked a napsugárzás, azt mondják, hogy ilyen 2 óra után, 3 óra után menjél ki. Ugye ez a déli időszak, ez a legveszélyesebb, bár mindegy, hogy mikor mész ki, mert ugye akkor is be kell magadat kenni ilyen naptejjel, vagy napolajjal, vagy ilyen krémmel, hogy annyira ugye ne égjél le. Na, úgyhogy menjünk, aztán ebédeljünk gyorsan. Lezuhanyoztam magam, megebédeltem egy kicsit, jobban érzem magam, felfrissültem. Jelenleg készülődünk, a Davis ott nem más csinál, mint porszívózik, legalábbis azt hiszem, Nyuszi, mit csinálsz? Mi? Mit csinálsz? Ja, ott a porszívó. Aztán még mielőtt elmegyünk, ugye ígértem nektek, hogy válaszok egy pár kérdésre, csak bemegyek ide ebben a hátsó szobába, ugyanis ott most készülni fog a feleségem, a Davis, ha nem kell ide villany, mert fel kell húzni ezt a rolót, vagy mindig elfelejtem a nevét, ez micsoda? Ez nem roló, nem reluxa, ez nem függöny, hanem nem tudom ezt, hogy hívják magyarul. Na várjál, mert húzom oda fel, amit látod, ilyen szép az idő. Már mondja az elsőzést, képzeld el. Bár mindig mondja, de szerencsére még nem lett igazuk, várjál, felhúzom ezt is. Ugye egész éjszaka képzeld el, hogy aludtunk, hogy ki volt nyitva ez a nagy ablak, és ezt az egészet el lehet nyitani. Ki volt nyitva a nappal is, és elég jó idő volt ilyen. Lengedezett a szél, bejött, kiment ugye itt át minden. Jól aludtunk, képzeld el, előtte való este nem nyitottam ki, csak be is kinyitottam le csak ezt az egyiket itt, és ugye elment, de még akkor is nagyon meleg volt. Na mindegy, az lényeg, hogy átfújt a szél, és rettentőjükből aludtam az éjszaka. Úgyhogy, azt hiszem, hogy jön a Davis. Nem jön a Davis. De jön a Davis. Mi az egy nyuszi? Mi? Mi helyzet? Mész készülődni? Annyia. Ugye, ahogy ígértem nektek, pár kérdésre gyorsan szeretnék válaszolni, ugye mondtam nektek, hogy elárulom, hogy mennyi rendet, albérletet fizetünk, ugye az albérletet rendnek hívják, ugye mi nálunk. Ugyanis tegnap, ja, gyere! Tegnap kaptam nagyon-nagyon sok e-mailt, ugye rettentő sok e-mailt kapok mindig. De tegnap valami oknál fogva még többet kaptam a megszokottnál. És végül is mindegyik e-mail majdnem ugye az volt, mindenki kérdezte, hogy mennyit fizetünk az albérletre. Aztán kérdeztétek, hogy nagyon sokan tegnap, hogy hogyan lehet kivándorolni, a munka lehetősége és hasonló kérdések voltak. Senkinek nem írtam vissza, ugyanis nem azért, mert ugye bunkó vagyok, vagy valami vagyok, de hogyha egy embernek visszaírok, az körülbelül egy olyan 5-10 perc, ugye még megírok egy e-mailt, és hogyha egynek írok, kell írni a másiknak is. Hogyha a másiknak is írok, kell a harmadiknak is, és a végén rettentő sok időm ezzel elmegy, tehát ezért nem írtam vissza senkinek, meg ezért nem írok általában senkinek vissza, mert ugye nem szeretnék kivételezni ugye senkivel. Inkább egy videón keresztül válaszolok mostantól így a kérdésekre, hogyha véletlenül kapok e-mailt, akkor így kérdés formában válaszolok. A neveket most nem mondom, de legközelebb lehet, hogy megemlítem, hogy attól függ, hogy mit írtok, vagy mit kérdeztek. De remélem, hogy senki nem sértődött meg, aki tegnap írt e-mailt és nem válaszoltam vissza. Úgyhogy, ez az albérlet, ahol mi itt vagyunk. Mi hetente fizetjük. Nem csak mi, mert itt Ausztráliában mindent hetente fizetnek, tehát az albérletet mindenhol. Ez az albérlet egy átlagos albérlet. Tudom, hogy így néz ki, ilyen szép a kilátás, itt lent van a vizem, és amit ezért mi fizetünk, ez egy átlag ár végül is. Ennél vannak jóval drágább, de jóval olcsóbbak nem nagyon vannak. Vannak olcsóbbak, de nem jóval olcsóbbak. Tehát amit mi fizetünk, ez egy ilyen átlag ár, itt mi hetente fizetjük, nem mi, hanem ugye mindenkit Ausztráliában, mert náluk a fizetés, az albérlet fizetése, meg sok minden hetibe van.
Amit mi fizetünk, ezért ez egy három szobás lakás, nem más, mint $550 hetente. Ez ausztrál dollár, ugye, ami, ha jól tudom, olyan 220 forint $1, tehát ki tudjátok számolni, hogy az mennyi forint, bár ott szoktam mondani, nem érdemes átszámolni, mert ez magyar forintra rettentő sokba jön ugye ki. Ahogy szoktam mondani, Ausztráliában az emberek többet keresnek, de többet is költenek. Egy átlag fizetés itt Ausztráliában körülbelül hetente nem több, ja, mit csinálsz? Nem több, mint olyan 800 és 1000 dollár. Mondjuk azt, hogy $1000 egy ilyen átlagos fizetés hetente. Ennél van, hogy kevesebbet kerestek az emberek, van, hogy többet kerestek. Ugye attól függ, hogy mit csinálsz, de egy átlag fizetés körülbelül mondjuk azt, hogy $1000 hetente. Tehát ebből kifizeted ugye a rendteret, az albérleteret, meg mi egymást. És lehet, hogy ilyen drágának hangzik, meg úgy hangzik, hogy nagyon sokat keresünk, de ahogy mondtam, többet keresünk, többet költünk, ugye az élelmiszer jóval többe kerül, mint mondjuk mint Magyarországon, meg még egy pár ugye több dolog. Ez, amit itt fizetünk, ugye ahogy mondtam, egy átlagos ár. Hogyha ide lesz szeretnénk menni, mutatom neked. Például oda, mondjuk abba a házba, vagy abba a házba, azok a házak kb. Olyan $700-800 kerülnek hetente. Hogyha nem a vízen szeretnéd, hanem mondjuk ott, mögötte, látod azt a házat például ott, az körülbelül nem $800, hanem 650-700, ugye. Hogyha egy kicsit kiebb szeretnél menni, ott, ahol régebben ugye laktunk, azon a részen, hogyha régóta nézed a videómat, akkor tudjátok, azon a részen az albérletek, ugye, hogyha házat szeretnél bérelni, mert ott jobbára inkább csak házak vannak, azok olyan $450-500 kerülnek. Ez egy ilyen 3-4 szobás ház, azért, mert egy kicsit kijebb van. Ezek házak azért kerülnek egy kicsit drágábbba, mert beljebb van, közelebb van a vízhez. Közben a Davis nem más csinál, mint elaludt. Nyuszi, mit csinálsz? Ha? Felébredtél? Te! Tehát most már tudjátok, hogy mennyit fizetünk itt az albérletért. Ahova el fogunk költözni, körülbelül az is ilyen árba fog lenni, ilyen $500, valószínűleg ilyen lakás, nem lakásba, házba fogunk költözni. A legolcsóbb, amit itt lehet találni, ilyen ikerház, ugyanis azok olcsóbbak, ugye, amik össze vannak épülve, az körülbelül egy ilyen két és fél, nem két, háromszobás, ugye, mert két szobás a ház nem nagyon van, háromszobás ház, körülbelül hetente olyan $350, ezek olyan házak inkább, ami nagyon le van lakva. Tehát nagyon koszos, olyan piszkos, le vannak lakva, hogyha egy kicsit jobbat akarsz, akkor már ilyen olcsóbb változatban olyan $450-nál ugye vagyunk már körülbelül. De ahogy mondtam, az átlag ár egy házért, egy ilyen 3-4 szobás házért, olyan $500, 500 és $600, ez egy átlag. Ennél persze vannak jóval-jóval drágábbak is, tehát vannak $700-800, vannak több mint $1000 is, ami ugye rettentő drágább. Hogyha úszómedencét akarsz bele, meg ilyen extra dolgokat, ugye azok extrában, azok még drágábbak. Úgyhogy erre a kérdésre azt mondom, hogy válaszoltam, ugyanis ezt kérdeztétek a legtöbben tegnap. Aztán, ahogy mondtam, kaptam e-maileket. Ezekben az e-mailekben arról volt szó, hogy megéri-e ide kiköltözni, vagy nem éri meg, fogalmam nincsen, ez rajtad múlik, hogy megéri-e neked, vagy nem, ebben nem tudok segíteni. Hogy hogyan lehet kijutni, ebben megint nem tudok segíteni. Hogy milyen vízünk kell hozzá, fogalmam nincsen. El kell menni egy ilyen ügyvédhez, ilyen kivándorlási ügynökhöz, és ő ebben tud neked segíteni. Rettentő sok mindenben, én ebből sajnos nem tudok. Kérdeztétek, hogy lehet-e itt munkát találni? Lehet munkát találni, ugyanúgy, mint bárhol a világon, bármelyik részén lehet munkát találni, hogy könnyű-e vagy nem könnyű-e, ez attól függ, ugye, néha attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát volt, hogy én sem dolgoztam, mert nem találtam munkát. Tehát volt pár évvel ezelőtt, hogy nem volt munka, kerestem munkát, és egyszerűen nem találtam sehol se, sehol nem vettek fel, mert pont nem kerestek festőt egy hónapig vagy kettőig, és semmi nem volt. Ugye ez attól függ, tehát ebben sem nagyon tudok ugye segíteni, mert attól függ, hogy melyik része mész Ausztráliába, épp milyen az idő, éppen festetni akarnak-e, vagy nem, csak mondjuk maradjunk a festészetnél. Ez nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy megérje felrakni mindenedet és ide kiköltözni, nem tudom, ebben nem tudok segíteni, nem is akarok segíteni, ugyanis én nem akarok senkinek megmondani, hogy ide gyere, vagy ne gyere. Ez rajtad múlik, ugye.
Ahogy szoktam mondani, ez olyan, mint a kaszinó. Bemész, és minden pénzet rárakod mondjuk a ruletbe, a piros 9-esre, vagy 11-esre, vagy nem tudom. Vagy bejön, vagy nem jön. Hogyha bejön, akkor rettentő jól jártál, hogyha nem, akkor meg elveszítettél mindenedet, vagy majdnem mindenedet. Tehát ez így nagyon nehéz. Kockáztatni nagyon nehéz. Tehát csak azért, mert ugye kijössz, nem azt jelenti, hogy mindjárt lesz munkád. Attól függ, milyen vízummal jössz, tudsz-e dolgozni, tudsz-e egyáltalán maradni. Ausztrália a világon az egyik legdrágább országához tartozik, ahol rettentő drága minden, és rettentő nehéz ugye ide kiköltözni, kivéve, hogyha mondjuk amerikai állampolgár vagy, mert azoknak ugye könnyebb, de magyar állampolgársággal nagyon nehéz kiköltözni. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert ugye én is kiköltöztem a szüleimmel, nem lehetetlen, de nehéz. Ami nem azt jelenti ugye, hogy ha megpróbálkozol vele, nem fogsz tudni itt maradni. Most is jönnek ugyanúgy emberek, most is itt maradnak, nem lehetetlen, de nem könnyű. Számítsál arra, hogy nem könnyű. Aztán mi volt még, várjál, másik fajta kérdés, amit kérdeztetek. Hogy mennyibe kerül ugye ez az egész, mennyi pénzzel gyere ki? Fogalmam nincsen, minél több pénzzel jössz, annál jobb ugye. Tehát 10 000 dollárral jössz, tegyük fel, nem tudom annyi magyar forintba. 10 000 dollár nem sokáig fog tartani. Körülbelül, mi attól függ, hogy mit akarod költeni, de nem olyan túl sokáig fog tartani 10 000 dollár. Ja! Megyünk! Minél több pénzzel jössz, ugye annál jobb. Úgyhogy ennyit a kivándorlásról, én azt mondom, válaszoltam nagyjából minden kérdésre. Ahogy mondtam, az e-mailekre, ilyen kivándorlásosokra nem mindig válaszolok, ezen túl sem fogok, ugyanis túl sok időbe telik, ugye nagyon sok e-mailt kapok mindig, és a legtöbb ilyen, majdnem a legtöbb ilyen kivándorlással kapcsolatos, de úgyse tudok nektek segíteni, jókat ígérni tudok, amit ki tudja, hogy mi lesz belőle. Na minden, úgyhogy erről, na azt majdnem azt mondtam, hogy már ennyit, már nem ennyit, csak ebből ennyit, ugye most megyek, megnézem, hol tart a család, hogy nézem, a feleségem már készen van, a Davis az még nincsen kész, ugyanis kutat, nem más, hogy a tárgyalányítót keres, mert ide van eldugva. Nyuszi, mit csinálsz? Veszed ki a kezedet, be fogod megint csípni magadat. Ja! Ugyan, elkészülődünk, aztán megyünk. Készen vagyunk, itt vagyunk az autónál, bepakolunk a táskát, babakocsit nem osztuk, úgyhogy aztán visszük magunkkal. Ja, beleülsz? Az autóban egy rettentő meleg van, 37 fok van, még mindig itt kint. Amúgy, Lukasz, szervusz! Hello! Nézd ilyen a Lukasz haja megint, ilyen zöld, és így le van megint ez az imós fűző. Nem nagyon! Nem annyira, de Muti, látod, még meg kell neki jobban egy kicsit nőnie. Arra. Légkondit beindítottuk, fújja a hideget, amit te ugye nem érezni. Úgyhogy, ide meg. Hozzáért, ha a váltóhoz így, ma nem odaégettek ezzel. Úgyhogy most menjünk valahova, valamelyik bevásárolba, aztán nézzünk cipőt, meg ilyen iskolás dolgot. Nem a mit? Ja, a CD-t. Hallgatjuk a CD-t, oda nyomjad vele. Itt vagyunk a cipőknél. Na itt van az iskola cipők. Lukasz, jössz? Itt vannak a cipők. Na nézzük. Melyiket szeretnéd? Ezt a feketét, vagy azt a feketét? Majdnem mindegyik egyforma. Bár nem ilyet keressünk, mert ez nagyon ez a bőrcipő, nem ezt keressük. Van ilyen sportcipőbe, és nem ilyen bőrös, csak bőrös sportcipős. Na várjál, átlunk a túloldalra, valami ilyen, nem ilyesmi. Túloldalt, várjál. Na nézd, ilyet keressünk, csak az a baj, hogy ezek túl nagyok. Látod, sportcipő és tépőzáros vagy fűzős, de ezek túl nagyok. Úgyhogy most átmegyünk a túloldalra, másik boltba valószínű. Körbe akarsz itt is nézni előtte valamit, Lukasz? Játékot, Playstation-t? Ja, minden. Yeah. Akkor átmegyünk a túloldal könyvet, átmegyünk a túloldalra. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok közben, képzeld el, kezd felősödni. Néztem a híreket, azt mondták, holnapra jön az eső, úgyhogy talán elmegy ez a nagyon nagy meleg. Bár jövő hét szerdára megint a 36-37 fokot mondtak, de holnap után egy kicsit leül a levegő, 29-30 fokra. Nem olyan túl nagyon, de valamennyire. Tettünk cipőt a Lukasznek, találtunk ilyen fekete tépőzáros cipőt, úgyhogy mit vettünk még? Vettünk ilyen vizes üveget, azt is kellett venni, aztán kellett venni még ilyen táskát, amivel visz ugye a szendvicsét, aztán ennyi. Más nem kellett venni, és a könyveket nálunk így nem kell így megvenni, hanem már megvettük régebben. Mondtam nektek, nem? Ilyen nagy dobozba az iskolától meg lehet rendelni, kiküldik neked, te ráírod a gyerekednek ugye a nevét, és bepakolod, aztán beviszik ugye az iskolába az első vagy a második nap. Úgyhogy más nem kellett nagyon vennünk, készen vagyunk az iskolára, úgyhogy mára ennyit, ugyanis most lassan befejezem ezt a mai videót, mert semmi érdekeset nem fogunk csinálni. A Davis nézi éppen a mesét, most vacsorázott meg.
Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy nyugodt néztük, hogy szoktam mondani. Sziasztok!